Köszöntjük kedves nézőinket a Magyar Változat című új műsorunkban. Üdvözlöm kedves nézőinket, a mai adásban a Joker című film magyar változatával fogunk foglalkozni. Ezért a szinkronért a rendező Nikodém Zsigmond megkapta a legjobb szinkron rendező díját. Itt ül velünk a stúdióban, köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket. Köszönöm a meghívást. És hát Rátóti Zoltán pedig megkapta a legjobb férfi szereplő díját. Ezúton is gratulálunk, és köszönjük. Köszönöm szépen, hogy köszöntöm a nézőket. És itt van a film hangmérnöke, sziasztok. Gábor Dani. Sziasztok. Én pedig feltenném az első kérdést, hogy engem az érdekel a legjobb, hogy engem, mint nézőt, teljesen sokkolt ez a film. Tehát, hogy én nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és hogy ti, amikor először látjátok, vagy te, amikor megkapod, vagy amikor először bemegy a stúdióba, akkor ti is azt érzitek, amit mi? Hogy most ez hogy lesz? Vagy ti is ekkora dolognak gondoljátok, mint ahogy mi gondoljuk? Zsiga? Én kezdjem. Igen. Szóval, amikor megnéztük a filmet, akkor tudtuk, hogy ez egészen rendkívüli film. Nagyon mélyre visszanyúlik a film történetben, ugye Martin Scorsese két filmje is ihlette ezt a produkciót, a Taxisofőr és a Komédia királya. Mind a kettő a film történet nagyjai közé tartozik. És hát erre épített Todd Phillips, amikor a forgatókönyvet megírta, és egy egészen sajátos eredet történetet alkotott Jokernek, ami a képregény univerzumból egyáltalán nem következik, de nem is illeszkedik a képregény univerzumba, ez egy teljesen önálló eredet történet, és sajátos aspektusból közelítette meg Jokernek a Joker személyiségének a kialakulását. Ugye ahány filmben megjelenik Joker, annyiféle magyarázat van arra, hogy mi okozta az ő torzulását. Sabbal teli hordóba esett, az apja fölvágta a száját egy késsel belülről. Minden filmben más magyarázatot adott arra, hogy miért van neki ez a torz vigyor az arcán. Todd Phillips meg egy egészen másfajta megközelítésben, egy sokkal mélyebb lélektani megközelítésből alkotta meg Joker figuráját, és ezt mindannyian éreztük, hogy ez egészen nagyszerű. Sajnos rossz hírem van, Arthur. Ma találkoztunk utoljára. Maga nem figyel rám. Minden héten ugyanazok a kérdései. Hogy megy a munka? Vannak-e negatív gondolatai? Tele a fejem negatív gondolatokkal. Az előző adásokban sokszor szóba került, hogy régen volt arra idő, hogy megnézzék a filmet a színészek is előtte. Erre most már nincs nagyon lehetőség. Amikor Zoltán bejött a stúdióba, hogy ezt a szerepet ő megcsinálja, mit tudtál neki mondani, hogy fölkészítsd rá? Menjük vissza az előzményekhez, mert azért nem olyan egyszerű csak úgy besétálni, és az ember megcsinálni ezt a szerepet. Próbafelvétel volt, és azt hiszem életem egyik legkomolyabb próbafelvétele volt. Több jelentkező volt, szerencsére nem tudtam, hogy kikkel versenyzek, ez valahogy az ember önbizalmát, vagy az én esetemben a hiúságomat is az úgy békén hagyta legalább, hogy nem tudom, hogy kivel kell versenyezni, pedig nagy versenytárs az amerikai kolléga ebben az esetben ott a vásznon. Úgyhogy visszatérve arra a felvetésre, hogy Hajdarán voltak valóban úgynevezett színészvetítések, amikor a dramaturg felolvasta a szöveget. Ez a próbafelvétel fölért egy színészvetítésem, mert majdnem az egész filmet le kellett szinkronizálni próbafelvétel kapcsán. Hát legalább egy 30%, 40%-át a szerepnek. Tehát arra mondom, hogy ilyen idézőjelben megpróbáltatás, vagy ilyen próbatétel, próbafelvételem még nekem nem volt szinkronban. Úgyhogy ez akkor meg is lepett, de látva, ismerve a színész kvalitásait, én akkor ezt biztos ismerik azt az érzést, amikor az ember úgy valamit nagyon akar. És az első pillanattal azt gondoltam, hogy én nagyon szeretném, és nagyon nagy kudarcként éltem volna meg, hogyha ez nem sikerül. És az első nagy boldogság akkor volt, amikor megkaptam a szerepet. Tehát kiderült, hogy és ez olyan furcsán hangozza, ennyi idősen, ennyi évvel az ember háta mögött, de mégis számomra ez tét volt, úgy éreztem, mert ez
óriási szerep. Tehát ha színpadon találkozik az ember egy ilyen szereppel, azt mondja, igen, erre rá kell tenni azt az évadot, vagy erre rá lehet, föl kell vállalni, és bele kell menni arra az évadra, föláldozni az egész évadot egy ilyen szerepért. És a szinkronban is azt éreztem ebben az esetben, hogy ez nagyon jó lenne megcsípni, ahogy szoktuk mondani. Ezt azért is jó hallani, mert egyrészt hallatszik a munkán, és másrészt meg jó hallani, hogy mi, akik sokat szinkronizálunk, és kevesebbet vagyunk színházban, hogy folyton, én legalábbis mindig úgy érzem, hogy ez nem akkora jelentőségű egy színész életében. De arra nem tudom hány hétre, hónapra mégis őrületes munka lehetett. Hát. Igen, de biztos, hogy én úgymond így szocializálódtam, tehát amikor én kezdtem a szakmámat, és megkaptam egy szinkron szerepet, kezdő színészként a Pannonia Filmstúdióban, akkor valóban hetekig abban a szerepben éltünk. Tehát én most nem akarom, nem magamat fényezve mondom, de komolyan vettem. Nekem jól esett arra a kis időre még Elvis Presleynek is lenni, mert akkor fiatalkori filmi akkor jöttek be, és jó néhány Elvis Presley filmet csináltam többek között, de boldogság volt Tim Robbinsnak vagy Tom Hanksnek a magyar hangját adni. Vagy Charlie Sheennek, ugye? És Charlie Sheen magyar hangja volt. Igen, egy darabig, és aztán én örültem, hogy ebben élhetek. Tehát nekem ez fontos. Mennyi idő alatt vették föl? Régen? Most ezt a filmet. Hát több, mint egy hét alatt. Több, mint egy hét. Ami most sok időnek számít. Csak a Zolinak három napja volt a felvételre. Hát őszintén, szóval, hogy minden tiszteletem a Zoli, mert igen, kemény megpróbáltatásokon ment keresztül, ugyanis Londonból ide utazott a Warner Bros-nak a szupervájzora, hogy felügyelje a szinkromunkálatokat. Tehát még ő is ott volt a műteremben, ami egy külön izgatottság ért, külön nyomás, igen, a színészen, hogy még annak is meg kell felelni, aki egyébként nem érti a nyelvet, de nagyon érdekes jól suhalja a játékot. Ez milyen érdekes? Nagyon érdekes volt, hogy idegen nyelven, pont az intonációból tökéletesen érthető, hogy helyén van-e, vagy lefedi-e azt, amit a kint csinált. Úgyhogy ez külön. Mi jól értettük korábban is egymást, és, de valóban szerintem közösen mindkettőnknek azért ez egy megpróbáltatás volt. Mind a kettőtöket ott voltam. Én is voltam. Nem, az nem lehet. Egyébként a supervisor egy rendkívül kultúrált és nagyon kreatív ember, egy poliglott egyébként legalább 10 nyelven beszél. A 30. 30 nyelven? Ilyen anyanyelvi szinten a 7, és igen, ezt én nem tudtam. Igen. Tehát ő nagyon jól kihallja, nagyon pontosan hallja. Annak idején, amikor a voice testet csináltuk az Olival, akkor mondatról mondatra elemezte, hogy ennek a mondatnak mit kell tartalmazni, annak a mondatnak mit kell tartalmazni, és emennek. Majd összegezve azt mondta, hogy emocionálisan abszolút mély az alakítás, és örömmel elfogadja. De hogy hallhatja ő egy másik nyelven beszélő ember, hogy emocionálisan ebben mi van? A hang... Hát, el nem tudom. Megvan a minta, azért van egy nagyon erőteljes minta az eredeti, és nyilván ahhoz hasonlítja. Nem, talán még nem is a hangszín a legfontosabb, de erről ti tudtok jobban beszélni. Valóban ez az indulati vagy érzelmi, az érzelmi tartalom, azt megértjük, még hogyha teljesen ismeretlen nyelven kiabálnak velünk, vagy érzelmeket mondnak, azt megértjük, hogy nagyjából miről szólhat. És nyilván különösen, akinek ez a szakmája, és erre ki van hegyezve a füle, akkor biztos, hogy érti. Dani, hangmérnökként is jobban oda kell koncentrálni ilyenkor a filmre? Tehát, hogy vannak különböző fogások, amik... Hát nem igazából ilyen szempontból rutin, de nagyon sok, főleg, hogyha ott van egy ilyen jellegű szupervájzor, aki minden mozdulatot figyeli, oda kell figyelni, de ilyen szempontból technikailag ugyanúgy jó minőségű felvételt kell készíteni, ami aztán a keverésre alkalmas. És ezt külföldön keverték, ha jól. Ezt kint keverték Londonban, úgyhogy... Mi az a keverés? Jelen voltam. Mi az, hogy keverés? Tehát a fakanál a keverés. Mert úgy történik, hogy felveszik a dialógot nyersen, és utána a keveréskor kerülnek rá a terek, a hangszínek, tehát nagyon sok minden megváltozik az eredeti felvételhez képest. Uh-huh. Úgyhogy igazából... Összemixelik a zenével, az üreivel. A zenéhez ott passzírozzuk hozzá a nyers dialógot. És neked mit kell ahhoz tenni, hogy ez minél könnyedebben menjen? Minél inkább olyan felvételt kell csinálnom, mint amilyen az eredeti volt,
És itt ez ugye egyszerű volt viszonylag, mert nagyon nyers a film ilyen szempontból, úgyhogy nem volt benne egy pár technikai nehézség, de alapvetően ez egy nagyon nyers film volt ilyen szempontból, ami egyszerűvé teszi. Tehát ezek a ilyen Marvel-es mindenféle akciófilmek sokkal bonyolultabbak ilyen szempontból, mert egy csomószor csak ilyen effektezett hangot hallasz, nem tudod, hogy milyen volt az eredeti, az egy másik tészta. Itt teljesen megszólalásig olyannak kellett lennie, mint az eredetinek, úgyhogy ilyen szempontból nem volt nehéz. És Zsiga, téged mozgatott az, hogy a Joaquin Phoenixnek volt már a Zoltán a hangja, vagy pedig... Persze. Tehát ez egy fontos momentum volt. Annak idején a Gladiátorban ugye a Commodus szerepét játszott a Joaquin Phoenix. Igen, és akkor a Zoli szinkronizálta, és szerintem az is zseniális alakítás volt, a frusztrált apagyilkos császár aspiráns. És hát igen, tehát a Zolival én nagyon szerettem mindig dolgozni egyébként. Tudom, szembe dicsérni nem nagyon illik, de hát ő... De nyugodtan. A Zoli hangjának olyan széles a spektrum, hogy nagyon jól ráilleszthető a hősszerepektől kezdve a karakterszínészektől. Színészekkel bezárólag mindenféle szerepre. Hát ugye az ügyeletes hős hang nagyon sokáig a Zoltán volt, és hát a Joaquin Phoenix meg volt már egyszer a Gladiátorban, és ebben a Jokerben meg pont az a hangkerek karakterre volt, kellett, pont arra a hangkarakterre volt szükség, pont az a hangfaj kellett, ami a Zoltánnak megvan, az a spektrum, amiben a Zoli játszik. Az érdekes, hogy egy színész hangja lehet más is egy adott filmben, tehát nem feltétlenül a magyar változatban tud le egy film más hanggal is nagyon jó lenni a színészen, és hogy ez milyen érdekes, hogy ennyivel többet tud hozzáadni a magyar hang. Ez egy nagyon mélyre menő kérdés, hadd mondjam el, hogy én mit gondolok erről a dologról. Tehát minden színésznek van egy sávszélessége, ami játszik. Ugye, tehát mondjuk belőjük, hogy felosztjuk a skálát 1-től 10-ig, és van egy színészünk, akinek a sávszélessége az 1-től 5-ig tartományba esik. Ha a külföldi kollégának a sávszélessége meg mondjuk 2-től 8-ig tart, akkor van egy 3 egységnyi sáv, amit közösen le tudnak fedni, és illeszkedik a hangjuk. De ha az 5 fölött játszik a külföldi színész, akkor a magyar színésznek a sávszélessége már nem tart odáig, akkor egy másik színészre lesz szükség, aki meg tudja ragadni azokat az 5 fölötti finomságokat, azokat a finom rezdüléseket, mert ezen múlik egyébként a szinkron sorsa, hogy ezeket a finom rezdüléseket, a lélekkel való megtöltöttséget, tehát sikerül-e létrehozni. Hát itt mert volt azért. Tulajdonképpen a magyar szöveget bárki föl tudja olvasni, rá tudja illeszteni a szájra, de hogy attól élő legyen a figura, hogy lélekkel teli legyen a figura, ahhoz kell a művészet. Megmondom őszintén, hogy nekem legtöbbször az a legnagyobb elismerés, amikor azt mondják, hogy nem ismertem, nem is tudtam, hogy te csinálod, nem ismertem meg a hangodat, vagy nem ismertelek föl, hogy ezt a Rátóti csinálja. Mert nyilván az emberbe kialakul ennyi gyakorlat után egyfajta nevén modorosság, vagy egy rutinszerűség. De az igazán nagy szerepeknél, vagy jó szerepeknél, mint itt a Jokernél is, ha nem is tudatosan, és kevésbé tudatosan, mint ösztönösen, arra törekedtem, hogy ő szólaljon meg magyarul, a színész, az amerikai színész beszél magyarul, hogy minél inkább próbáljam követni az ő hangszínét is, a modulációit, mert az eredeti, az a kiinduló pont. Én már csak egy hozzáadott vagy sokszor, azért valljuk be, valami félrecsúszik, és akkor nem nincs harmóniában az amerikai. Zsiga nem ért egyet. Neki nem is kell egyet érteni, mert nagyon jól ott szerepet, de azért találkoztam már olyan szinkronnal, amikor azt mondtam, hát nagyon nem illik ez a magyar hang hozzá, de nem akarok ebbe belecsúszni, nem kritikát akarok gyakorolni. A magam alapállásáról beszélek, hogy nekem az egy nagyon jó játék, hogy tudok hasonulni, hogy tudom fölvenni azt a hanghordozást, amit az én, és én inkább elveszítem, úgymond az én sajátosságaimat, amit esetleg egy versmondásnál, vagy a rádiójátékban használok, vagy a színpadon használok, de ez számomra ezek a legnagyobb elismerések, hogy meg kellett várnom, azt mondják, még pont a
Itt a Jokernél is volt ilyen, hogy valaki nem tudta. Aztán egy-egy mondatból persze rájött, hogy ez olyan, mintha én mondtam volna, nem a Joker. De hogy összességében ez nagyon jó érzés. Ez egy külön játék. Tehát hogy ez tanulható-e, vagy nem. És ez irányítható meg soha, de mondjuk ilyen elvárás Zsigától, de azt hiszem más szinkronrendezőtől sem volt, hogy na, inkább a színészre hasonlíts, és ne a saját hangodon beszélj, vagy valami. Tehát ilyen nincs, de azt gondolom, hogy ez egy közösen kialakult játék lehetőség. Igen, inkább arra törekszünk, hogy azt jelentse a kimondott mondat, amit jelentenie kell, hogy az az érzelmi töltése meglegyen, ami az eredetinek megvolt, és ez nagyon jó, hogy a Zoli ezt szóba hozta, mert valóban a színésztársadalom alapvetően így kategorizálható, hogy vannak olyan színészek, akik nem hagyják, hogy a figura uralkodjon rajtuk, a karakter uralkodjon rajtuk, és ők mindig önmaguk maradnak, és akkor vagy stimmel a hangjuk az adott karakterhez, vagy nem. És vannak olyanok, akik belebújnak a figurába, akik átveszik, akik azt a figurát, annak a figurának az életét kezdik élni. Ha én félholtan feküdnék a járdán, mind átlépnének rajtam. Nap mint nap láttak, és észre se vesznek. Bezzeg azok? Miért jobbak ők? Mert Thomas Wayne megsiratta őket a tévében? Maga neheztel Thomas Wayne-re, igaz? Úgy, ahogy mondja. Tudja maga, milyen csúfvilág van odakint, Murray? Előfordul, hogy elhagyja ezt a stúdiót? Kint mindenki csak ordibál és üvölt a másikkal. Nyomasíts az együttérzésnek! Ma már senki nem gondol bele a másik helyzetébe. Mind a két metódus érvényes, tehát mind a két metódus jó lehet, de egy ilyen karakternél, mint a Joker, amikor ennyire mélyre kell menni a pszichében a léleknek a legsötétebb bugyraiba, akkor az a szerencsésebb, hogyha valaki belebújik a karakterbe és átlényegül. És nem mennyi, az halljuk be, meséljük arról, hogy voltak olyan mondatok, amik... Pont ezt akartam, hogy az a nagyon nagy szakmai alázattal, tehát a feladat iránti alázattal csináltam, mert volt olyan tekercs, amit hát több mint 10-szer vettünk. Majdnem 40-szer vettük azt az egy mondatot. Azt az egy mondatot, igen, mert hogy még mindig nem azt jelentette, amit jelentettek. Amikor tudtam, hogy jövök ide, keresgéltem ezt a mondatot, te biztosan tudod, vagy Dani tudod ezt a mondatot. Emlékszel erre, hogy anyám, hogy ott föláll a nézőtéren, és amikor nézi a Robert De Niro-t, és akkor mondta, hogy én anyámnál így szoktam, hogy ez már anyámnál én is... Én vigyázok anyámra. Vigyázok, igen. Igen, valami igen, ilyesmi igen, volt. Igen, az nem azért élek volt anyámmal, mert egy élhetetlen, önállótlan figura vagyok, hanem mert vigyázok anyámra. És ez az egy és mondat, rövid mondatocska, ez a én vigyázok anyámra, ezt legalább 40-szer el is napoltuk, azt mondtuk, hogy aznap nem vesszük föl, mert akkor már mondtam a Zsigának, hogy én már nem hallom magamat. Csinálom GPS-en, de és nem is volt jó. Egyre rosszabb lett a mondat, aztán másnap kiment, elsőre azt mondta, hogy ez kellett volna. Igen. Tehát vannak ilyenek, amikor elvész a mondat. Az értelme már az ember csak GPS-en próbálja azt a hanglejtést megközelítés volt, hogy most így mond, úgy mond, nem, ez nincs benne, és éreztem, hogy nincs benne, egyre jobban megörcsöltem, és egyre szűkebb lett, amit tudtam használni magam. De nagyon jól viseltem. Ott egy kicsit elvesztettem a türelmet. Azt nem látszott, és én ezért hálás vagyok neked. És te vesztetted el a türelmed a munkát? Én mondtam, hogy már ilyen kétségbe esett, hogy ezt hagyjuk, ezt jövök még másnap is, mert ha egy nap kell megcsinálni, hát az a rosszabb, de szerencsére itt nem erről volt szó, úgyhogy ilyen értelemben mondtam, hogy elvesztettem a türelmet. Önmagammal szemben is, meg a helyzet, nem tudtam már megcsinálni ezt az egy mondatot. Hangmérnökként elvész a türelem? Nem. A 600. visszatekerésre. A Zsika mellett néha, nem amúgy. Zsika mellett miért? Mert van egy ilyen egészséges küzdelem időnként, hogy egymás között? Megküzdünk egyes igen? mondatokért. Hát mi csak annyit látunk bentről, hogy némán, igen. Azt úgy gondoltam, hogy mindketten, hogy is mondjam, nagyon alaposak vagytok a legtöbben. Nagyon-nagyon alaposak és igényesek, és ezért gondoltam, hogy így együtt hárman azért ez egy produkció lett. Mindig megegyezünk, de ilyen van. Az van, hogy a Dani anyanyelvi szinten beszél angolul, és néha hall olyan finomságokat az eredeti dialógusban, amit én nem hallok.
vagy félrehallja, tehát ő többet képzel bele, mint amennyi van benne, és ebből adódnak a viták, meg hogy ő lefordítja magában az eredeti angol mondatot, és ott mondja, hogy nem pontosan azt jelenti, amit a fordító fordított, de nincs jobb javaslata, és akkor ezen megy a... Nem volt olyan érzésetek ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy még egy kis idő kellett volna? Nincs be, ami egy premier előtt történik a színházban, hogy aj, még az az egy hét, de jó lett volna. Nem volt. Nem? Nekem nem. Olyan, hogy az a része bennem volt, hogy hát milyen kár, hogy vége. Uh-huh. Igen. Bármennyire is fárasztó volt, mert tényleg ez emberpróbáló szinkron volt, de nagyon örülök, mert kimozdított a rutinból. Uh-huh. Az előző elhangzottak miatt is. És én azt sajnáltam, amit szeretném, és inkább azt sajnáltam, hogy akkor holnap már nem kell jönni próbálni, hogy akkor már idézőjelben csak játsszuk. Itt meg izgatottan vártam, tehát én olyan színházi premier izgalomban voltam, hogy mi lesz a végeredmény. Uh-huh. És régen még volt az a szokás is, hogy összmuszter. Igen, igen. Most is van. Van. Hát az a színészek már nem lesznek részt. Régen be lehetett menni az összmuszterre is, hogyha nagyon kíváncsi volt az ember, hogy mit, de akkor már nagyon sok beleszólása nem volt. Persze lett egy-két póttekercs. És itt se volt ennél most összmuszter? Összmuszter nyilván az meg volt, de én nem láttam, én a moziban szembesültem. Milyen volt látni az összmuszter? Összmuszter ugye az az esemény, amikor a teljes táv összeül, jelen van a forgalmazó, a fordító, a teljes szinkronstáb, a rendező, a hangmérnök, a vágó, és közösen megnézzük a filmet, és hibát keresünk benne. Igen. Igen. Tehát ez... Fogadjunk, hogy találtál. Már nem emlékszem egyébként, hogy volt-e pótfelvétel, biztos találtunk. Valami apróság mindig van, amit nem veszünk észre, mert azt nagyon sokszor átmegyünk. Nagyon kivágásban lehet, hogy a képernyők sok kitakaráson, igen, olyan biztonsági rendszereket építenek ki, ugye hát ismerik, hogy nem lehet az egész képet látni, csak sokszor éppen az aktuális beszélő fejet, és nyilván kivetítve egy nagy, lehet, hogy valami egy kockányi el, bár hát azért az asszisztensünk is nagyon szigorú volt, és tűszinkronnak kellett lenni. Tűszinkron, és volt még a nevetések is, ami nagyon nagy bravúr, tehát a nevetéseket is a Zoli csinálta, tehát felvettük az összes hisztérikus. Ki volt az asszisztensnek a filmben? Székely Daniela. És milyen volt moziba látni? Hát lenyűgözött a film, nagyon bátor filmnek és nagyon merésznek, és úgy érdekes módon hullámzott, először elragadtat, de nyilván én a szerep szempontjából néztem. Az, hogy ennek milyen társadalmi hatása van, és itt ahogy a Zsiga nagyon okosan, mint egy filmesztéta fölvezette a filmet, hogy ez miről is szól. Ezt a részét én nem néztem egyáltalán, én a szerepet figyeltem, és persze a magamat én is. Az volt nekem is az összmuszter, kerestem a hibát benne, hogy mit lehetett volna jobban csinálni, vagy hol éreztem azt, hogy most lehet, hogy két hónappal később másképp csinálnám, de ezek apróságú nüanszok nem is nagyon lehet megfogalmazni. Az ott érzet volt. A filmet önmagában szerintem, mikor másodjára néztem meg, és már azt otthon, akkor kezdtem magamban is elemezni, hogy milyen veszélyes hatása is lehet ennek a fölhatalmazásnak, hogy igen, létjogosultsága van egy önbíráskodásnak, hol kezdődik az önbíráskodás, mikor ad nekem alapot arra az én fájdalmam, meg az én szerencsétlenné vált életem és az összes sérülésem, hogy én azt leverjem, megbosszuljam másik embereken úgy, hogy meggyilkolom őket. Tehát mondjuk azért ez egy nagyon kényes kérdés. Kényes és nagyon üzenetet hordoz magában, igen. Igen, és akkor talán volt is, hogy még cikkeztek is, még Amerikában is, hogy hú, micsoda társadalmi mozgalmak fognak ebből elindulni. Aztán szerencsére nem lett ebből semmi, mert szerintem mindenkiben megvan ez a fék. Aki egészséges. Nagyon tartott a kettő, hiszen az, igen, Aurora moziban annak egy lövöldözés tört ki, igen, egy film, igen, kapcsán. Igen. 2012-ben talán, azt hiszem. Igen. Érdekességként hadd tegyem hozzá, hogy volt ugye a taxisofőr, az mint ihlető példa volt Todd Phillips előtt, és a taxisofőrben Robert De Niro-t Zoltán szinkronizálta. Tulajdonképpen akkor, amikor a Jokerben a tévéműsorban ugye Joaquin Phoenix fejbe lövi a Robert De Niro-t, akkor önmagában saját maga korábbi életével számolt le, és ez végül is benne van a Joker figurájában, hogy a saját korábbi életében. Benne van, igen, filmben is benne, hogy leszámol a korábbi életével, és
leszámol azzal a vágyával, hogy megbecsülés és elismerés övezze, illetve hát egy olyan akció során kapja meg ezt a megbecsülést és elismerést, ami erkölcsileg abszolút nem helyeselhető. Katarzisa van a színésznek és a rendezőnek. Hangmérnöknek mikor van katarzis? Van-e katarzis élmény? Nem tudom, igazából ez nehéz kérdés, mert szerintem mi akkor végezzük jól a dolgunkat, hogyha a néző nem veszi észre, hogy mi dolgoztunk, hanem megnézi a filmet, és olyan érzése van, mintha az eredetit nézné. Tehát nekem szerintem igazából akkor van katarzis, hogyha nincs semmiféle reklamáció, nem, egész egyszerűen nem veszik észre a nézők, hogy magyar filmet néztek. Úgyhogy igazából az a katarzis. És ez az kell, hogy leginkább hasonlítson a hang van. Az eredetihez. Igen. Úgyhogy... Meg ha én megdicsérem, az meg ha meg... nagyon fontos számomra, igen. Zoltánnál a legevidensebb, hogy hogyan került a szinkron közelébe, de Dani, te hogyan került? Hogyan lettél hangmérnök? Hát ez egy összetett kérdés, bocsánat. Csörög a telefon. Nem, de fog. A GPS is, ami nagyon jól működött ma. Én úgy lettem hangmérnök, hogy nekem az apukám zenész, hogy én gyerekkoromban sokat jártam stúdióba, anyukám a tévében dolgozott 40 nagyon sok évet, úgyhogy a tévében is jártam, a gyerekkoromban szinkronizáltam is egyszer egy kis Disneyben egy ilyen, azt hiszem, hogy az volt a szöveg, hogy buta vagy, mint a föld, kék kecskéhez nem megy a zöld. Ez kellett. Örökre beégett. Sokat magammal elmondani. Igen. Úgyhogy... Szóval sokat voltam stúdió környékén, aztán kiköltöztem apukámat Svédországba gyerekkoromba, ott még több stúdió volt, mert ő ott nagyon sokat volt mindenféle stúdióban zenész. Aztán utána hazajöttem, volt egy kis üzleti iskola, egy-két évig, két évig az egyáltalán nem jött be, és akkor utána elindultam így a filmes pályán, úgyhogy ilyen filmes stúdióba jártam ki az Erdély Gabiékhoz. Utána forgatás, a Csáki Janival elmentem egy forgatásra, utána Octopus, az egy ilyen hangtechnikus iskola volt, és akkor onnan már a Mafilm Audióba kerültem, mert anyukám kapcsolatai révén azt mondta, hogy a Márkus Tomi mellé kell beülni, megnézni, hogy mi zajlik egy stúdióban, és akkor ez így is lett, bekerültem a Mafilm Audióba, abszolút csak nézelődni, és aztán egyszer csak megkérdezték, hogy nem akarok-e itt esetleg valami többet csinálni, és akkor innen elindult egy lavina, ami még mindig... És te is, amikor vége van egy ilyen kaliberű filmnek, vagy akármilyennek, akkor büszke vagy arra, hogy basszus, ennek én voltam a hangmérnöke? Abszolút. A technikai tudáson kívül mi szükségeltetik ehhez? Van-e különbség egy szinkron hangmérnöke, és egy filmforgatás hangmérnöke között? Persze. Vagy ugyanazt tudják? Nem, szerintem nem tudom így hirtelen megmondani, hogy még a különbség, de ugye egy filmes hangmérnök ő egész máshogy alkot, mert azt ő kreálja, azt ott minden... Ő hozza létre. Nekünk meg alkalmazkodni kell egy már létrehozott valamihez. Úgyhogy egész más ilyen szempontból. De mind a kettőnek megvan a maga izgalma. Gondolom voltak mestereid. Persze. Kiket neveznél meg leginkább? Hú, félek, hogy valakit kihagyok, de hát elsősorban szeretném Fék Gyulit megemlíteni, akinek a ház előtt ma GPS-nek hála eljöttem, úgyhogy az egy kicsit szívszorongató volt. Márkus Tamás, Tóth Péter Ákos, Kardos Péter, Illés Gergely. Az összes... Tudom én, hogy kik tanítottak téged? Gyakorlatilag a Mafilm Audio összes dolgozója, úgyhogy igen. És Zsiga, te hogyan kerültél a szinkronba? Hogy lettél szinkronrendező? Ó, hát az kalandos történet. Szerencsém volt. Én intarziakészítőnek tanultam. Intarziakészítő. Szakmunkás képzőiskolába jártam. Az intarzia az tulajdonképpen bútordíszítésre szolgál, nagyon vékony, 1 mm-nél vékonyabb falemezekből vágnak össze különféle formákat, ornamentikákat az intarzia készítők, illetve képeket alkotnak, tehát a
Ma filmnek a Ranódi stúdiójában van egy vágószoba, aminek a falán egy olyan intarzia van, ami a magyar filmtörténet legjelentősebb pillanatait idézi fel, körinta, ilyesmi. És azt mi csináltuk annak idején amikor a tanműhelyben, amikor ilyen intarzia készítettek. Ezt nem is tudtam. Akkor innen van ez a precizitás. Hát azért nem tudom, nézd meg közelebbről. Nem arról az intarziáról, hanem a szakmai előképzés. És dolgoztam egy faipari vállalatnál, közben érettségiztem esti iskolában. Egyébként én az általánosban színjeles tanuló voltam, tehát nem azért mentem szakmunkásképzőbe, mert nem bíztak a szellemi teljesítőképességembe, hanem mert édesanyám akkoriban sokat betegeskedett, és azt gondolta, ha bármi történik, akkor legyen egy kenyérkereső foglalkozás a kezemben. Úgyhogy én estin érettségiztem, miközben dolgoztam egy faipari vállalatnál, és ott annál a cégnél volt egy lány, akivel jobban keveredtünk, tényleg csak barátságban, és az ő barátja, partnere, az a Pannonia filmstúdióban volt hangmérnök. Hm. És megkértem, hogy kérdezze már meg, nekem ez régi vágyam volt, hogy valahogy a film közelébe kerüljek. Ez volt ugye a családi kupaktanács határozata annak idején, amikor pályaválasztás volt, hogy valamilyen művészeti irányba kellene nekem elmozdulni, mert szépen rajzoltam, meg verseket írtam, meg novellákat írtam, meg fényképeztem, és a többi. És mit tesz Isten, volt felvétel a Pannonia filmstúdióban, tagosként vettek fel, havi 2800 forintos fizetésért, ami jelentősen kevesebb volt egyébként, mint amit intenzív készítőként kerestem akkoriban, de boldog voltam, hogy mehettem. A tagos egyébként az volt, aki befűzte a magnószalagot a magnóban. Hmm. Tehát így kezdtem én, hogy... És hát miután fiatal voltam, és nagy pufájú, és tele voltam önbizalommal, mindenbe beledumáltam, mindenre volt egy jobb ötletem. Tipikus rendező. Mindenre van egy jobb ötletem. És akkor előbb-utóbb így okoztam nagy károkat is egyébként a Pannoniában. Volt, amikor ügyetlenségből tönkretettem egy teljes forgatási napot. Ó. Megégett a tekercs? Vagy, mert ilyen is előfordul. Nem fontos volt, hogy ki hogy tud fűzni, milyen gyorsan. Igen. Ma már az, hogy nyomkodják a digitális kütyüket, az nem okoz nagy... Olyan gyorsan haladt a stáb a felvétellel, valószínűleg csak azt mondták, hogy ez nem kell, és mindig kellett cserélni gyorsan a következő tekercset, hogy nem volt időm feltekercselni az előző kifutott tekercset, és egyszer csak ebben a kis dobozban, amiben a tekercsek futottak, összegubancolódott az összes. Szerethettek aznap téged. Jó film jelenet. Kicsomozta ki? Most mit csinálj? Most szóljak a főnöknek, és küldjön valakit, aki ezt rendbe tudja. Van az olló, ugye, aki kilehet. Majd a vágó megoldja. Igen. Akkor mondjuk már el, mi a tekercs. Mert a múltkor már szó esett róla, de Zsiga megígérte nekünk, hogy el tudjuk képzelni. Mert... Kezdjük ott, hogy van nekünk egy 90 perces filmünk celluloid szalagra forgatva. Ez a celluloid szalag egy 90 perces filmén 3,5 km hosszú. Ez egy döbbenetes szám, de ilyen hosszú egy 90 perces film. Ha ezt egy gurigába tekerik föl, akkor egy ilyen hatalmas monstrumot kaptak, amit ember nem tud megemelni, vetítőgép nem bírja el tengelyfeltűlés nélkül, és össze-vissza nyeklik, csuklik a bobin azon a kis műanyag magon, amire fel van tekerve. Úgyhogy ezt már maga a gyártó felszabdalja 300 méteres darabokra. Ezeket a 300 méteres gurigákat úgy hívják, hogy felvonás, ahogy a színházban is ugye felvonásnak hívják az egymástól elválasztó játékrészeket, itt is felvonásnak hívják. Ugye kiszámolhatjuk, hogy olyan 10-11 felvonás alkot egy filmet. De ez még mindig alkalmatlan a szinkronizálásra, hiszen túl hosszú ahhoz, hogy üzemszerűen lehessen vele dolgozni, és ki lehessen számítani, hogy hány percet, hány órát kell a színésznek ott tartani. Ezért azt találták ki a Pannoniában, hogy ezt a 300 méteres szakaszt tovább szabdalták a szó fizikai értelmében, ollóval, vágósablonnal elvágva, 30 másodperces szakaszokra kb. Tehát nyilván nem szó közben vágták el a mondat végén. Ezt a 30 másodperces filmszakaszt a két végénél fogva összeragasztották, így kaptak egy végtelenített tekercset, ezért hívják tekercsnek a mai napig. És ez a végtelenített tekercs addig-addig futott körbe-körbe a vetítőgépben, illetve a hozzátartozó magnószalag lent a kamerában, amíg a színész jól meg nem oldotta. És ha elhibázta, akkor legfeljebb 30 másodpercet kellett várni, hogy újra sorra kerüljön. És ezzel már lehetett dolgozni, és ez lett a fizetés alapja, és a mai napig tekercsre fizetik a színészeket, tehát ahány tekercsben van megszólalása, annyiszor x forintot kap.
kicsit igazságtalan a rendszer, mert előfordulhat, hogy valaki 29 másodpercet végig beszél, a másik meg azt mondja, hogy igen uram, és mind a ketten ugyanannyi pénzt kapnak, egy tekesben van megszólalásuk. Szóval ez a tekercs. Ma már persze ugye videótechnikára dolgozunk, számítógéppel a 30 másodperces szakaszokat már markerekkel jelöljük be, de még mindig tekercsnek vagy téknek hívjuk ezeket a 30 másodperces darabokat. És érdekesség, amúgy a mozikban csinálták azt még az analóg, tehát a szalagos vetítés vége fele, hogy összefűzték ezeket a tekercseket, és egy hatalmas tányéron ment a film, és ilyen negyedórás eltéréssel úgy vetítettek különböző mozitermekben, hogy elindult a szalag egyes moziterem, vándorolt ilyen szalagon a következő terembe, és x perc eltéréssel indultak ugyanabból a filmből vetítések egy mozi komplexumon belül. És az ott össze volt, mert normál esetben úgy működik, hogy ezek a 3-600 méteres, mert van 600 méteres tekercs is, két mozigép van, és ugye felváltva vetítenek. Azért van, régen lehetett látni a jobb felső sarokban volt egy kivágás, és akkor két másodpercre rá még egy, egy ilyen kis luk, és ott volt, az volt a váltója. Az első a gépésznek, hogy figyelje, mert mindjárt jön a második, jött a második, és akkor volt, nem tudom hány másodperc, azt hiszem két másodperce vagy egy másodperce, ami alatt a két vetítőgépet megcseréli, akkor párhuzamosan futott ugyanaz a filmszakasz mind a két gépen, ez az átlapolás, két másodperc. És akkor bár azon az intervallumon belül bármikor válthatott, utána másik gép. Ha ezt jól csinált a mozigépész, akkor nem vettél észre semmit. Ha ügyetlenül, akkor csókult a szóra. Igen, nem volt meg a szó még. Na, ezért kezdnek embereket hívni, hogy ez ilyen. Igen, hogy ilyesmiket megtudjuk. Szóval az életpályára tekintve fontos szerepet játszott nálad a szinkron, és most mi a helyzet? Időd engedi? Volt egy időszak, amikor Kaposváron dolgoztam, akkor gyakorlatilag kivonultam a szinkron szakmából, mert lehetetlen volt időben egyeztetni azt, hogy még az utazás, plusz még Budapesten szinkronizáljak. Úgyhogy jó pár évig nem szinkronizáltam, de el is érkezett bennem egy olyan pont, megmondom őszintén, hogy volt egyfajta telítődés is a sok szinkron munkával. Volt időszak, amikor a színházon kívül nem is volt más külsős munkám. Reggel a szinkronba kezdtem, délután oda mentem, sőt akkor még éjszaka is sokszor volt szinkronizálás a Pannonia Szinkron Stúdióban, úgyhogy ki se látszottam mondhatni a szinkronból, amit egyrészt egy darabig nagyon tudtam élvezni, aztán nyilván, hogy idősödtem, már kevesebb is elég lett volna, úgy éreztem. Tehát mondhatom, hogy szinte pont jókor jött ez a fék, amikor nem tudtam vállalni szinkron munkákat, és utána viszont nagyon érdekes volt, mert úgy éreztem, amikor visszajöttem Budapestre, mintha előről kellene kezdenem, újra meg kellene. Persze visszajön, mint a biciklizés vagy az úszás is, ahogy szokták mondani. Minden visszajön, de nyikorogva, vagy megvolt bennem az a fajta izgalom, mint a legelső szinkronokban annak idején, amikor a Pannoniában. Ott még volt akkor arra türelem meg idő szinkronrendezők részéről is, meg a stáb részéről is, hogy gyakorlatilag megtanuljunk szinkronizálni. Úgyhogy akkor nem ment valami, még az is belefért, hogy leváltanak szerepről, de nem okozott különösebb traumát. Ez mondjuk ritkában fordult elő. Szóval visszatértem. Most igazából a Joker óta nem volt jelentősebb szinkron munkám. És mi volt az első szinkron élménye? Megvan-e az a pillanat, amikor először megy be szinkron stúdióba? Vagy egy Jean-Marie film volt, ami nagyobb szerep volt. Én apró tekercsekbe kezdtünk, mint mindenki, tömegbe, és akkor a tömegből. Na akkor mondja, te ott te magas gyerek vagy valami, szólt ki az üvegfal mögül. Ott voltunk 20-30-en. Egy-egy mondatból lett utána egy-egy kisebb feladat, és talán ami nagyobb feladat Jean-Marie régi filmje volt, címére bevallom, most nem emlékszem, viszont ott volt olyan kudarc, hogy volt egy féloldalas monológ, és én nem voltam olyan technikai tudással, tudás birtokában még a szinkront illetőleg kezdőszínész voltam. És ott abba kellett hagyni az aznapi forgatást, mert azt nem tudtam megcsinálni. Tehát az egy, tudom, egy gyomorgörcsös kudarc volt, de akkor még nem volt ez az iszonyatos tempó, hogy egy nap alatt, két nap alatt, három nap alatt kell megcsinálni egy filmet. Akkor jó, türelem, és akkor
majd másnap megcsináljuk. Másnap megcsináltuk, de erre például nagyon emlékszem, hogy az egy rettenetes kudarc élmény volt, hogy az ott nem megy. Nem tudtam egy féloldalas monológot sem szinkronban, sem érzelmileg, színészileg megcsinálni. Úgyhogy erre nagyon emlékszem. Igen, egy darabig próbáltam követni, és írtam a szerepeimet, aztán utána olyan hanyag vagyok sajnos, hogy ez úgy elmúlt. Ó, semmi baj, az ISDB-n rajta van. Igen. 8700 valaki írja. Én elkezdtem kiírni a fontosabbakat, 85-nél adtam be. Jól van, hát majd megnézzük. Mindenkinek mondom, aki kíváncsi, ISDB-n az összes rajta van. Viszont itt most be kell fejeznünk, mert a művészúrnak próbára kell mennie. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, hol tegeztelek, hol magáztatok. Teljesen helyén való, köszönjük. Baj, magamnak nem is megbocsájtok. Köszönjük szépen. Köszönjük. A nézőktől pedig búcsúzunk. Két hét múlva találkozunk, még nekünk is meglepetés, hogy kivel. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Akkor holnap találkozunk. Oké, akkor holnap, Tali.